Ez a Pannon Televízió szombati 17:30 híradója, köszöntöm a nézőket. Friedrich Gertrud vagyok. Ma január 19-e Sára napja van. 283 éves Skóciában megszületett James Watt, a gőzgép feltalálója, 210 éve pedig Edgar Allan Poe, amerikai költő, író, a krimi műfajának megteremtője. A híradó elején következzenek a kiemelt hírek, először csak röviden. Helyreállítják a kishorgosi keresztet, a területet már felmérték, a tervek kidolgozása után kezdődhet a munka. Ma ünneplik vízkereszt napját a pravoszlávok. Aki nem jár megelőző szűrővizsgálatokra, fizetheti a kezelés egy részét. Ingyenes szűrést végzett Szabadkán a magyarországi katolikus Karitász. Nagyon kelendő a sertéshús a piacon. Helyreállítják a kishorgosi keresztet. Ennek a helyén a 12. században egy kis falusi templom épült. Nem volt hosszú életű, mivel minden jel szerint a tatárjárás idején felégették. 1964-ben egy területrendezés során tárták fel az egykori puszta templomot és 15 sírt. Az Árpád-kori templom alapzatát 1993-ban visszaállították, mellette egy nagyméretű keresztet és 5 kopjafát szenteltek fel. Helyre állítani, visszaemelni, és akkor valami módon biztosítani, hogy ne dőljön tovább, meg helyreállítani, hát ugye egy kicsit nehéz lesz, most ezek a kövek is le vannak rakva. Az idő vasfoga megtette a magáét. Mozognak, ez még stabil. A kereszt körül kopjafák sorakoznak, védősánc óvja a fából készült feszületet. Az ősi szent hely emlékére állították fel a fából készült műemléket. A 60-as években feltárt középkori szentély alapzatát az eredeti kövekből restaurálták. Az autópálya mentén a Szelevényi erdő és az egykori Kárász birtok mesdjéjén van. Horgos számára rendkívül fontosak ezek az emlékek, bizonyítják, hogy ezen a területen már nagyon régóta élnek emberek. Mondja az emlékhelyet körbejárva Sors Róbert, a helyi közösség elnöke. Hozzátette, rengeteg építészeti remeket rejt a falu, ezeket az elkövetkező nemzedékek számára kellene megőrizni. Nehéz ugye az anyagi forrásokhoz hozzájutni, mi nekünk, mint helyi közösségnek, nekünk saját eszközeink nincsenek, tehát községi támogatással, valószínű, hogy azzal lesznek megoldva majd ezek a keresztnek is a felújítása, meg hát a területnek is a megújítása, úgyhogy valószínű, hogy községi eszközök, pályázatok, tehát ezt majd községen keresztül tudjuk. Szakemberek már felmérték a területet, és a tervek kidolgozása után kezdődhetnek a munkálatok, és tavaszra be is fejeződhetnek. A régészeti feltárást 93-ban a templomrom alapzatának a helyreállításánál Ritz Péter vezette. A szabadkai régész nyugalmazott főmuzeológus elmondta, az alapok daráskövek, amelyek a környék mocsaras területein alakultak ki, egyfajta alföldi cseppkő képződésnek lehet őket nevezni. Ki kell emelni, hogy ez a hely, itt Észak-Bácskában, tehát értem az alatt, hogy itt ugye a Tisza és Szabadka közti területen, az egyedüli olyan hely, ahol mondjuk rá láthatóak konkrétan régészeti, vagy hát nem is régészeti, hanem inkább történelmi nyomok. Horgos első írásos említése 1075-ből való. A tatárok 1241-ben letarolták, majd IV. Béla magyar király újra telepítette. Aztán pedig a török vész semmisítette meg másodszor és véglegesen. Aztán már itt nem volt a helyén, csak pusztaként maradt meg a neve. Falu már aztán egyáltalán nem volt. Az 1700-as évek közepén ezt a pusztát Kárász Miklós szegedi jegyző vásárolta meg, és a birtokba vétel után hozzáfogott a betelepítéséhez.
ma ünneplik vízkereszt napját a pravoszlávok. E naphoz kapcsolódik a vízkereszti fürdőzés szokása is, amikor a hívek jeges vízbe merülnek. A hívek a papot követve a folyóhoz vonulnak, ahol a szokás szerint a pap előbb megszenteli a folyót, majd ezt követően vízbe dobja a keresztet. A fiatal, egészséges emberek, főleg férfiak pedig egy ima elmondása után a vízbe ugranak, hogy elsőként érjék el a keresztet. Mindezt Jézus Krisztus a Jordán folyóban való megkeresztelkedése jegyében teszik. E napon egyébként nem tartanak keresztelőket a templomokban. A szentmiséken megszentelt vizet a pravoszlávok hazaviszik otthonaikba, mert úgy vélik, gyógyító hatása van. Zimonyban Irinej pátriárka is részt vett az eseményen, a keresztet pedig egy 18 éves belgrádi lány szerezte meg, Jovana Leposzavic, akinek sikerült kigyógyulni a rákból. Pancsován hetedik alkalommal úsztak a keresztért a pravoszláv vízkereszt napján. Az ünnepség liturgiával kezdődött az ortodox templomban, majd a Temes folyópartján ért véget. A felsővárosi helyi közösségben élő szerbek hagyományosan ünneplik egyházi ünnepeiket. A Szent Átalakulás templomában megtartott liturgia és vízszentelés után lovasok vitték el a Temes folyópartjára a keresztet. A lovasok között hertelendi falvi székelyek is részt vettek. Legalább egy 20 esztendeje, lehet még több, és működik egy jó szomszédi viszony. Egymás rendezvényeit látogassuk, meghívjuk egyik a másikat. Voltunk karácsonyra, és most a Bogojavljanyéra. Ők meg eljönnek az arató ünnepségre. Délben a Temes partján városi és egyházi elüljárók köszöntötték a több száz egybegyűltet és a 49 bátor úszót, akik közül a legfiatalabb 18, a legidősebb pedig 60 éves volt. 13 versenyző a szerbiai katonaság soraiból érkezett. A vízbe helyezett keresztig a 18 éves Milos Mihajlovics ért elsőként. A hagyomány szerint, aki megszerzi a keresztet, azt a következő évben a szerencse kíséri majd. Ajándékul megkapta a keresztet és a győztesnek járó palástot. A hagyományos rendezvényt a Pancsovai Pravoszláv Egyház, a Városi Önkormányzat, a Felsővárosi Helyi Közösség és a Szerb Spárta Sportklub szervezte. Aki elkerüli a szűrővizsgálatokat, nem számíthat ingyenes kezelésre, áll a szerbiai egészségügyi biztosításról szóló törvényjavaslatban, amely január 9-én került a parlament elé. A javaslat célja, hogy tudatosítsák a szűrővizsgálatok fontosságát, hiszen a lakosság és az állam szempontjából is jobb, ha a betegséget időben fedezik fel és kezelik. Kiemelten fontos részt venni a szűrővizsgálatokon, ugyanis a legújabb törvényjavaslat szerint, aki nem vesz részt a megelőző vizsgálatokon, de megbetegszik, annak ki kell fizetnie a kezelési költségek egy részét. A kezelés teljes költségének akár a 35%-át is kifizettethetik azokkal, akik nem igazolják távolmaradásukat, és három felszólítás ellenére sem mennek el az emlő, méhnyak és a vastagbélrák szűrővizsgálatra. A szabadkaiak is fontosnak tartják a szűrővizsgálatokat. Odlazim redovno. Odlazim kada, mislim, ono, imam zakazano, i šta je znam, ako ja nešto osjećam, da nije u redu, odem. Az orvosok szerint a mammográfiás szűrővizsgálatra hívott 50 és 69 év közötti nők közül csak minden második vagy harmadik jelenik meg a vizsgálaton. Na preventívne ne odlazim, nego tek kad mi ono nešto baš zaboli ili to ili nešto kad, ali to je važno zato da bi unapred ljudima moglo se pomoći na vreme. Nem a büntetés a célja a törvényjavaslatnak, hanem hogy tudatosítsák a szűrővizsgálatok fontosságát, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Berislav Vekić szerb egészségügyi államtitkár. Hozzáfűzte, az első stádiumban a betegeknek 100% az esélye a gyógyulásra, a negyedik stádiumban viszont ez 20%-ra csökken. Mi smo upravo planom obezbedili svakodnevni broj termina upravo za screening program. Svaki dan
Iz Domova zdravlja Republike Srbije upućuje se pozivi za 1520 žena za mamografske preglede, oko 850 uputa za skrining grlića materice i negde oko 1700 poziva za skrining karcinoma debelog creva. Znači, mi smo obezbedili te termine, samo je na našim sugrađanima da se blagovremeno odazovu i da dođu u tačno određeno vreme da završe taj pregled. Az új törvényjavaslat az egészségbiztosítással nem rendelkező polgárokat is érinti. Ők az új rendelkezés szerint jogosultak lehetnek a védőoltásokra, a szűrésekre és a palliatív ellátásra is. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon vehettek részt gyerekek és felnőttek egyaránt a Szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület székházában, amelyet a Magyarországi Katolikus Karitász orvosai végeztek a Smiley Szabadkai Nagycsaládos Egyesület szervezésében. Vérnyomásmérés, vércukormérés, fülorgégészet és szemészeti vizsgálatok, ezzel vártak mindenkit ma a Magyar Katolikus Karitász munkatársai. Ezen felül még ortopédiai és fogászati szűrést, emellett a felnőtteknek EKG vizsgálatot is tartottak. Mindenféleképpen csak segítségünkre lehet abban, hogy hogyan viszonyuljunk a továbbiakban gyógyszerhez, és egyáltalán a mindennapi életben mit tudunk tenni ahhoz, hogy könnyebben átviseljük már az ilyen időskori jelenségeket. Elsősorban a gyermekeket és azok szüleit várták. Takács Gabriella két kislányával érkezett vizsgálatokra. Először jelentünk meg, hallottunk már róla, de először tudtunk eljönni. Konkrétan milyen vizsgálatokra érkeztek? Vizsgálat, ortopéd és fogorvos vizsgálatra. Vajdaságba immáron másodjára jöttek el a szervezet szakemberei, akik egyben a tavaly kezelt pácienseik ellenőrzését is elvégzik, illetve ingyenesen szemüvegeket és más egészségügyi segédeszközöket biztosítanak, mondta el Vojcek László, az orvosmisszió vezetője. Kiegészítettük a tavalyi tapasztalat alapján a felnőttek vércukor, vérnyomás és EKG vizsgálatával, illetve szűrésével. Mi volt ez a tavalyi tapasztalat? Az, hogy a gyermekeket hozó anyukák és nagymamák elmondták, hogy ők itt nem jutnak el szakorvoshoz, az ő vércukruk nem volt megmérve az elmúlt 10 évben, vagy a vérnyomásukról nincs elképzelésük. A Katolikus Karitász orvos missziója még 2015-ben vette kezdetét Magyarország kormányának támogatásával a határon túli térségekben élők egészségügyi állapotának felmérése és javítása érdekében. A jövőben is számíthatnak Vajdaságban az általuk szervezett ingyenes szűrővizsgálatokra, hangzott el az eseményen. Magyarországon, Romániában és Horvátországban is kimutatták az influenza a vírusának jelenlétét. Több egészségügyi intézményben látogatási tilalmat rendeltek el. Az influenza vírusát Szerbiában eddig Belgrádban, a Nisi és a Délbácskai körzetben mutatták ki. Az influenza tünetei közé tartozik a magas láz, a végtag fájdalom, a fejfájás, valamint a kicsit később jelentkező légúti tünetek. A szövődménye lehet tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás, szívelégtelenség, középfülgyulladás, asztmás roham, valamint vesekárosodás. A szakemberek a védőoltás felvételét javasolják azoknak, akik krónikus betegségben szenvednek. Újabb ország vonta vissza a Koszovó függetlenségének elismerését, közölte a Klán Koszova televízió. Információik szerint ezúttal a Karolina-szigetek legnyugatibb szigetcsoportjain elhelyezkedő csendes-óceáni szigetország, Palau köztársaság döntött úgy, hogy a továbbiakban nem ismeri el Koszovó egyoldalúan kikiáltott függetlenségét. Tavaly egyébként 10 ország döntött hasonlóképpen, a Palau köztársaság pedig már a 13. olyan állam, amely visszavonja az elismerést. A témával kapcsolatban Ivica Dačić szerb külügyminiszter a szerbiai RTV híradójának azt nyilatkozta, hogy a hírt egyelőre nem tudja sem cáfolni, sem megerősíteni, de szavai szerint hamarosan további országok dönthetnek hasonlóan. Szerbia Minisztérium Spoljnih Poslova, navodno takozvano Kosova, demantovalo to. Ali to nije smetalo Pacoliju da juče već pošalje pismo predsjedniku Palaua, gde
izražava čuđenje da li će se to desiti ili se neće desiti i tako dalje. Ja sam rekao da ću u ponedeljak to obznaniti i neću da govorim pre vremena o svemu tome, ali sigurno je da će to biti 13. zemlja, da će 13. zemlja povući priznanje da li je to Palau ili ne. Neka u Prištini još razmišljaju. Nije samo Palau, bit će još. Amennyiben a munkálatok megfelelő ütemben haladnak, 2020-ra megérkezik az első gázszállítmány Szerbiába a török áramlat gázvezetéken keresztül, jelentette ki Alekszander Antić. A szerb energetikai miniszter hozzátette, dolgoznak azon, hogy a bolgártól a magyar határig terjedő szakasz minél hamarabb elkészüljön. Korábban a szerb elnök is beszélt arról, hogy az orosz gáz az egyik legolcsóbb a világon, így az az érdeke Szerbiának, hogy biztosított legyen annak útja az országban. Az Oroszországgal való jó kapcsolata nem akadályozza Szerbia Európai Unióba vezető útját, jelentette ki Jadranka Joksimović, szerb európai integrációs miniszter. Hozzátette, Szerbia bebizonyította az Európai Uniónak, hogy őszinte és megbízható partnere, és nem titkolja, hogy jó politikai és gazdasági kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Az újságíró kérdésére, hogy mit jelent Alekszander Vučić kijelentése, miszerint a koszovói kérdés végleges megoldása előtt Oroszországgal fog konzultálni. Joksimović elmondta, a probléma megfelelő megoldásához fontos olyan globális szereplők véleménye is, amelyek nem ismerték el Koszovó függetlenségét. Amennyiben holnap tartanának népszavazást arról, hogy Szerbia tagja legyen-e az Európai Uniónak, a polgárok 55%-a támogatná a csatlakozást. A megkérdezettek 25%-a ellenezné a tagságot, míg a maradék nem tudja, mit válaszoljon a kérdésre. Ez derül ki a minden 6 hónapban végzett közvéleménykutatásból, amelyet az Európai Integrációért felelős minisztérium készít. 1050-18 évnél idősebb személyt kérdeztek meg. A szerbiai a körében növekszik az EU-hoz való pozitív hozzáállás. Olyan lehetőségeket párosítanak a tagsághoz, mint a jobb, magasabb életszínvonal, a fiatalok boldogulása vagy az utazási lehetőségek kihasználása. Hatvanhat ember életét vesztette és 85-en megsérültek egy megcsapolt üzemanyag vezeték robbanásában Mexikó központi részén, közölte Omar Fayad, Hidalgo tagállam kormányzója. A hatóságok lezárták a térséget. A keletkezett tüzet órákkal később sikerült eloltani. A mexikói állami olajvállalat, a Pemex közölte, a vezeték néhány órával azt követően robbant fel, hogy tolvajok illegális csapoló nyílást fúrtak rajta, és helyiek vödrökben kezdték gyűjteni a szétfolyó üzemanyagot. A helyi sajtó úgy tudja, a robbanás időpontjában több százan tartózkodtak a helyszínen. Február végén találkozik Donald Trump amerikai elnök Kim Jong-un észak-koreai vezetővel, jelentette be a Fehér Ház. Az újabb találkozó helyszínét később hozzák nyilvánosságra. Közölték, hogy a csúcs találkozón a felek célja az észak-koreai atomprogram megvitatása, illetve felszámolása lesz. Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Kim Jong-cholt, az észak-koreai állampárt központi bizottságának alelnökét, akit Kim Jong-un jobbkezeként tartanak számon. Donald Trump és Kim Jong-un egyébként tavaly júniusban Szingapúrban találkozott először. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Bemutatták Fúró Dénes legújabb kötetét Temerinben. Évnyitót tartottak a Szabadkai Népkörben. Manapság a legtöbben boltban hentestül vásárolnak húst és húskészítményeket, de egyre többen kapnak kedvet hozzá, hogy egyedi, házi, családi kézműves termékeket vásároljanak a zentai piacon. Sok családnál a napi étkezés alapja télen levágott és feldolgozott sertéshús.
A téli időszakban leginkább a füstölt húskészítményeket vásárolják az emberek, legfőképpen az olyan ínyentségeket, mint a füstölt kolbász, a füstölt szalonna, a töpörtyű és a svarkli. Ilyen időben a töpörtyű elég jó menőst a téli vágásokkor, de a fiatal, ami hízó töpörtyű, az sokkal puhább, finomabb, azt jobban viszik, mint a kocatöpörtyűt. Tehát az, a kocatöpörtyű az egy kicsit keményebb, és azt nem úgy, de viszont ízre meg ízesebb volna. A téli időszakban jobban kívánjuk a nehezebb, laktatóbb, sokszor zsírosabb ételeket, mint nyáron, és az ünnepek, téli disznóvágások is jó alkalmat adnak a hús különlegességek fogyasztásához. Télen több energiára van szüksége az embernek, jobban kívánja, több energiát ad, több erit kap az ember tőle. És tapasztalata szerint melyek azok a húsáruk, amit legjobban visznek ilyenkor? Hát a kolbász, a májas hurka, svartli, ilyeneket. Az árusok elmondása szerint a sertés hús a téli időszakban mindig jobban fogy, ugyanis hiába csökken az élősúly ára, az emberek többsége mégsem vág otthon disznót, inkább megvásárolja azt a helyi termelőktől. Mindent megeszek, csak hús legyen. Az bármi, gondolom. De így télen általában azért karácsony, meg húsvétra jobban mennek a kacsák, a libák, a pulykák, ezek. De azért utána megy a disznóhús is. És ön szerint ilyenkor a füstölt dolgok mennek inkább, vagy a nyers hús is? Füstölt dolgok. Jelenleg a töpörtyű kilója 500 dinár, a disznósajté 380, a füstölt szalonnái és kolbászé 700, az abált szalonnáé 350, a kásás hurkáé 220, a kolbászé 480, a fehér szalonnáé 380, a disznókara és az oldalas kilója pedig 440 dinár. Hagyományos disznóvágást tartottak Topolyán, az új otthon udvarán a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat szervezésében, amint egy 180 kilós sertést a régi szokásoknak megfelelően dolgozták fel, forrázást követően szalmával pörkölték, majd orjára szedték. A vendégeket finom reggelivel kínálták. A szalmával való pörkölés alkalmával különleges ízt kap a sertésbőr. A hagyományos technikának megvannak a maga fortéjai. Arra kell figyelni, hogy ne legyen túl sok szalma bizonyos helyeken, mert ott könnyen ki tud pattogni a bőre, és akkor az ugye az a már baj. És úgyhogy még kell rakosgatni ott, ahol éppen szükséges, mondjuk a feje alá, vagy a körme alá, ott lehet többet, a lágyék alatt ott már kevesebbet kell, tehát oda kell figyelni. Szigetvárról, Dunaharasztiról, Budapestről, Gyergyószentmiklósról, Topolyáról és környékéről is érkeztek vendégek. Sokaknak régi szép emlékeket idéz egy-egy ilyen esemény. Édesapám nyugodjék, a rokonságban az ismerősök között mindig ő volt, aki levágta a disznót. A hagyomány ugyan hasonló, mint itt, tehát szalmával való pérzselés, csak azzal, de ott tulajdonképpen olyan szalma volt, rossz szalma, olyan kemény szálas szalma, amivel igazán könnyen tudta pérzselni. Az asszonyok a konyhában szorgoskodtak, és úgy, mint ahogy régen, a sertés minden részét felhasználták. A véréből, a májából és a szalonnából készült a finom reggeli. Orjára szedték a sertést fekvő pozícióban egy fajton, mint ahogyan azt őseink is tették. Ebédre hagyományosan paprikást, vacsorára kolbászt, hurkát, sülteket készítenek a friss húsból. A vízkeresztel a karácsony időszak lezárultával kezdődik a farsang, nagybőtik, és hát ez a hagyományos disznóvágásoknak az ideje. Valamikor ilyenkor a paraszti családokban, faluhelyen ilyenkor vágták az disznót. Tehát ez szeretnénk feleleveníteni, és a hagyományunknak ez a célja, hogy ezt bemutatjuk. A disznóvágást követően a résztvevők elfogyasztották a finom falatokat. Az első világháború temerini hőseinek állít maradandó emléket Fúró Dénes fiatal történész nemrégiben megjelent kötete. A Temeriniek a Nagy háborúban című kiadványt pénteken este mutatták be a Temerini Ifjúsági Otthon nagytermében.
Fúró Dénes fiatal történész 5 évvel ezelőtt kezdte el kutatni a családja történetét. Ennek a kutatás során a Cseh Nemzeti Könyvtárnak az adatbázisában rátaláltam a veszteségi nagystromokra, amit a Császár és Királyi Hadügyminisztérium havi rendszerességgel kiadott, és ezek között megtaláltam ükapálmat is, illetve más több temerinit is. A kötet 1124 olyan temerini sorsát tárja fel, akik részt vettek az első világháborúban. Csorba Béla helytörténész szerint a temeriniek többsége a kötetben megtalálja felmenőit. Sokan innen tudják meg azt is, hogy a dédapa vagy az ükapa hősi halált halt, vagy éppenséggel kitüntetéseket kapott az első világháborúban, hiszen a háborút követi évtizedekben erről nem nagyon lehetett beszélni. A Temeriniek a nagy háborúban című kiadvány 295 helyi áldozat történetét is feltárja. Ivo Andrić Jelek az út mentén című könyvének bemutatóját és Szerda Zsófi fotókiállítását tekinthették meg tegnap az érdeklődők Magyar Kanizsán a Dobó-Tihamér képtárban. A tárlat fő anyagát a kötet illusztrációi képezik. Amik itt láthatók fotók, azok hát nagy része, vagyis nem is a nagy része, egy 6-7 darab fotó van, ami magából a könyv illusztrációk közül lett kiválogatva, a többi pedig közelmúltban készült fotóim. Próbáltam arra koncentrálni, hogy hát az ilyen utazások alatt, hiszen elég sokat utazok, utazások alatt készült képek kerüljenek a falra, az egyértelmű volt, hogy csak a fekete-fehér fotók kerülnek kiállításra, hiszen a könyvben is fekete-fehér képekkel dolgoztunk. Új rendezvénnyel indítottak a népszerű vajdasági fesztiválok szervezői. Először tartott közös évnyitó bulit a Népkör, a Cortex Klub, az Interetno és a Malom Fesztivál Szabadkán péntek este a Népkörben. Közös bulizásra hívták a vajdasági fiatalokat pénteken este a Népkörbe. Az est vendégegyüttesének fellépését megelőzően és követően DJ Ádám szolgáltatta a zenét. Kabai Stella, Cortex Klub résztulajdonosa szerint ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy összehozza a magyar fiatalokat. Most is nagyon örülök, mert rengeteg ismerős arc van itt, akik általában Cortex törzs vendégek, akik ott szoktak úgymond a mindennapjaikat elkávézgatni, vagy éppen szórakozni. A Magyar Vista Social Club arra tett kísérletet, hogy a könnyű zenét, valamint a népzenét egy szerves egészé alakítsa a színpadon. Minden zene, népzene alapú, lehet, hogy 5-6 visszacsatoláson keresztül, de mindegyik onnan indul el. Ezért csináltuk meg ezt a furcsaságot, amit hívhatók világzenének, bár az nem jelent semmit. A két fesztivál vezetősége, a Népkör és egy művészkocsma tulajdonosa fogott össze az év első hivatalos nyitóbuliának megszervezéséhez. Mindenki azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg mindent megtett a saját részén, a saját szakágán, a saját ismerései között, és én remélem, hogy ez egy jó sikerült rendezvény, vagy ahogy szokták a fiatalok mondani, jó buli lesz. A kezdeményezés remek, és a rendezvény tényleg színvonalas volt. Fesztivál bérletet is lehetett nyerni, de sajnos a nívós program ellenére sem telt meg a Népkör nagy terme. Ma este 19.30-tól megkezdődik a Dal 2019 show műsora a Duna Televízióban, amely végén kiderül, hogy ki képviselheti Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon Izraelben. Idén is 30 énekes és együttes dalát élvezheti a közönség az élő műsorokban, amelyeknél az ő szavazatuk is számít abban, hogy ki juthasson tovább. A három válogatóból összesen 18 dal jut tovább a két elődöntőbe, az innen tovább jutó 8 versenyző pedig már a döntőben mérettetheti meg magát február 23-án. Hatalmas fehér cápát kaptak Lencse végre. Egy házas pár filmezte le Hawaii partjainál a 7 méter hosszú és legalább 2,5 tonnás állatot. A tengerbiológusok szerint az eddigi legnagyobb fehér cápát sikerült lefényképezni. Körülbelül 50 éves lehet és vemhes. A házas párt nem bántotta, sőt meg is simogatták.
Havazás érkezik ma este Vajdaságba. A lehulló hó mennyisége várhatóan 5 és 10 cm közötti lesz, de néhol ennél több is eshet vasárnap reggelig. A hőmérséklet fagypont körül alakul, így a hó várhatóan olvadni fog. Holnap borongós, hideg idő lesz elszórtan további csapadékkal. A nappali csúcshőmérsékletek 0 és plusz 2 fok között alakulhatnak. A jövő héten is folytatódik a télies időjárás. Közlekedjenek óvatosan. Három egyre győzte le Novák Djokovic szerb világ első teniszező Denis Shapovalovot az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában. A meccsen végig Djokovic dominált és megérdemelten nyert. Ezzel a győzelmével a szerb játékos bebiztosította világ elsőségét az Ausztrál Open után is. Djokovic következő ellenfele a melbourne-i nyolcaddöntőben Daniel Medvegyev lesz. Babos Tímea és Vucsovics Márton is bejutott a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyének következő második fordulójába. Az először összeállt magyar duó döntő rövidítésben verte a kínai Chang Shuait és az ausztrál John Peirce-t, a találkozó 1 óra 14 percig tartott. Címvédőként Babos Tímea a női páros versenyben is győzött francia partnerével, Kristina Mladenovic-jal. Baboség ellenfele a kínai Hansi Jün és a horvát Daria Jurák volt, akiket 3 szetben 1 óra 34 perc alatt 2-6-6-1-6-0-ra győztek le. A társ házigazda Dániával mérkőzik ma a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokság középdöntőjében. A magyar csapatra kemény munka vár, hiszen a dánok 4 pontot hoztak magukkal a csoportkörből, és jelenleg Svédországgal azonos pontszámmal állnak a középdöntős csoport élén. Míg a magyaroknak a torna korábbi fázisából csak 1 pontot sikerült továbbvinni. A Magyarország-Dánia mérkőzést este 8:30-kor játsszák. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Helyreállítják a kishorgosi keresztet, a területet már felmérték, a tervek kidolgozása után kezdődhet a munka. Ma ünneplik vízkereszt napját a pravoszlávok. Aki nem jár megelőző szűrővizsgálatokra, fizetheti a kezelés egy részét. Ingyenes szűrést végzett Szabadkán a magyarországi katolikus karitász. Nagyon kelendő a sertéshús a piacon. Köszönöm figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon Rádióban holnap 9-től délig Best of Pannon reggeli, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig Csendül a Nóta és Kívánság műsor is lesz. A Pannon Televízióban most a Tenyerünkön a világ című turisztikai magazin műsorunkban Törökországot csodálhatják meg, utána jönnek a kolumbiai elfeledett népek, majd Kalamár és Zöld űrjárat és mesél a Pannon. A 20 órai híradót a Sin együttes koncertje követi. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét kívánok!